A legtöbb film, játék vagy éppen rajzfilm ajánlójában körülbelül 10 percen át beszélek az adott alkotásról, az egyes aspektusairól és a rám gyakorolt hatásáról azért, hogy a néző ezek alapján eldönthesse, megéri-e belenézni az adott alkotásba. Na ez a cím nem ilyen. Amennyiben szereted a World of Tanks, War Thunder, Armored Warfare és más hasonló játékokat, valószínűleg tetszeni fog a Gerson Panzer. Nem, kész, ezen nincs mit magyarázni. Na jó, akik nem szeretik, azoknak mindjárt összámakogok valamit, de ezúttal nyoma sem lesz az objektivitásnak, és már most szólok, hogy forma egyes tömegbalesethez hasonlóan fognak röpködni a légterelő idomok. Már csak azt kell kitaláljam, hogy mi is legyen a bevezető. Tudom már, amikor az éjeli vakond néven alkotó Balázs Bálintól megkérdezték, hogy mi a kedvenc animéje, azt mondta, hogy a kaiji erről tudni kell, hogy egy szerencsétlen szerencsejátékosról szól, aki minden részt végig szenved, de Elmo állítása szerint éppen ezért szereti. Itt nincsen egy millió szerethető karakter, vagy beleerőszakolt szerelmi szál. Itt csak szenvedés van. Szenvedés és szerencsejáték. Életre, halára. Én hasonlóan állok a Görzont Panzer, magyarul nagyjából Lányok és Harckocsik című animéhez, mert érdekesek a történelemhű alkotások, de egyszer-egyszer szívesen nézek egy olyan történetet, ahol látványos harcokat kapok a valódi háborúk szörnyűsége nélkül, ahol a történet vagy a mély karakterdráma nem veszi el a helyet a második világháborús páncélosoktól, ahol csak hadi technika van, mély mondani való nélkül, de közben nincsenek sárkányok vagy toronyház méretű robotok sem. Ezek után nem meglepő, hogy megjelenése után éhes vadként vetettem rá magamat a World of Tanks nevű játékra, Tisztában voltam vele, hogy ez gyakorlatilag egy átmatricázott Call of Duty, ahol két csapatnyi játékos öli egymást, csak nem sima katonákat, hanem egy-egy harckocsit irányítanak. De a 2010-es évek legelején ez még újdonságnak számított. Két évvel később, 2012-ben megjelent a Görzont Panzer, ami gyakorlatilag a World of Tanks játék anime megfelelője, csak a csetben hisztiző kisfiúk helyett illedelmes kislányokkal, ráadásul haditechnikai tanácsadóként azt a Suzuki Takeakit alkalmazták, aki a korábbi ajánlóban szereplő upott és Strikevicsi sorozatokon is ügyködött, ezért adtam neki egy esét, és ez egyszer nem csalódtam. Mielőtt belekezdek, még érdemes leszögezni, a Girls on egy egy rétegfilm, mármint sorozat. Objektíven nézve nem egy nagy durranás, de ez olyan, mintha egy pornófilmben hiányolnánk a történetet vagy a karakterfejlődést, már pedig ez az anime is egyfajta pornó, csak ez páncélos pornó. Itt második világháborús harckocsik fogják lőni egymást, és pont. Ha veszünk egy jó kis akciófilmet, és a robbanásokon kívül szinte mindent kiveszünk belőle, kapunk egy Michael bay ha veszünk egy második világháborús harckocsis filmet, és minden drámát, szenvedést, háború ellenes üzenetet kivágunk belőle, amíg csak a harckocsik közötti lövöldözés marad, megkapjuk a görzött Panzert. Ha neked ez elég, vagy kifejezetten erre vágysz, akkor nem fogsz csalódni. ismét köszöntök minden érdeklődőt, a kislányokat fegyverekkel, jobban mondva ezúttal járművekkel keresztező könnyed animék sorozatának negyedik részében, amelyben rögtön kezdjük is a Görzont Panzer, továbbiakban Gub keret történetével, amint nincs mit szépíteni, ez egy nudli. Feltételezhetően a klímaváltozás tagadók jövőjében járunk, ahol a világ nagy részét már elöntötték az olvadó sarkvidéki jégsapkák, ezért az Oarai iskola ifjú hölgyeknek valójában egy gigászi repülőgép hordozó. Ennek nincsen semmi oka vagy értelme, egyszerűen az alkotó szeretett volna világháborús harcjárműveket rajzolni. A lényeg, hogy állami parancsra a lányiskolákban újraélesztenek egy régi hagyományt, a szensadót, azaz nagyjából a harckocsi kezelés művészetét. Ez gyakorlatilag egy délutáni elfoglaltság fiatal lányoknak. Egy olyan klub, amelyben a csapatok harckocsikkal lövik egymást barátságos mérkőzéseken. Nagy csínadratával be is jelentik, hogy lesz ez az új klub, de közben olyan elfoglaltságokra is fel lehet iratkozni, mint jobb alul a varázslat vagy a ninják. Ezért csak egy csapat különc jelentkezik. Ráadásul, mivel az iskola régóta nem követi a hagyományt, mindenki nub, és összesen egy rövid csövi páncer 4 négyes roncsával rendelkeznek ahol az előző tulajdonos a lánctalpakat és a tornyot már fejlesztette, de a löveg még alap. Szerencséjükre emlékeznek az ősi Dakota mondásra, miszerint ha eléggé keresünk, mindenhol megláthatjuk a páncélosokat, és tényleg! Az erdőben csehszlovák LTVZ 38-as lapul, de találnak egy-egy harckocsit a sziklahasadékban, tómélyén és még egy raktárban is, amivel el is érkeztünk egy fontos ponthoz. Valójában kik a főszereplők? eredetileg az ORI lányakadémia csapata öt harckocsival rendelkezik, emiatt tucatnyi szereplőt kapunk, de a jellemük összesen nem tesz ki egy nem manga mellékszereplőt. A kvázi főszereplő Nishi Zumi Miho, a visszahúzódó zseni, akinek különleges képesség egyébként az antigravitációs bakancs. Valamint ott van még Yukari, az őrült, akit harckocsik neveltek, és a pessimista sofőr Mako, de már a Panzer 4-es legénységének fennmaradó tagjai, a magas Hana és a cserfesz szauri is csak töltelék. Ez azért van, mert a World of Tanks és hasonló számítógépes játékokban a játékosok gyakorlatilag maguk a harckocsik, nem pedig mondjuk parancsnokok, akik utasítják a töltőt vagy tartják a kapcsolatot a parancsnoksággal. Hasonlóképpen az animében is egy harckocsi összesen alkot egy karaktert, ahol a benne ülő töltő vagy rádiós lányok ugyanolyan alkatrészek, mint a motor vagy a lánctalp. Személyes kedvencem az elsősök alkotta nyuszi csapat, akiknek emlékszem a járművére, a logóra, még arra is, hogy gyuki a rádiós, de kb. ennyi. Még a parancsnok nevét is ki kellett googlizzam, ráadásul a csapat hat főből áll. Ha viszont magát a járművet nézzük, akkor sokkal jobb a helyzet. Az M3 olyan kis aranyos a két lövegével, de mindig pórul a legénysége majdnem minden csatában bepánikol, vagy leszakad a lánctalp, esetleg a folyó közepén leáll a motor, vagy simán a csajok eltévednek a hajó gyomrában. De végül persze megtalálják őket, így a Lee újra üzemképes lesz, pedig közben én a sötétben már harckocsikat kezdtem látni. E videó elkészítéséig nem gondoltam rá így, de a sorozat gyakorlatilag egy turnamentárk, amit a sok korábbi nyafogás miatt most inkább nem fordítok le. A Tournament Arc a fiatal fiúkat célzó shonen anime gyakori eleme. Ha az anime beéri az alapjául szolgáló mangát, azért, hogy ne kelljen szünetet tartani, beszúrnak egy-két évadnyi fillert, ami sok esetben egy bajnokság, ahol a szereplők kieséses rendszerben egy az egy ellen harcolnak. Az eféle bajnokságokat a nézők többsége gyűlöli. Teljesen megállítják a cselekményt, az adhok jelleg miatt általában az egésznek se füle, se farka, ha a néző nem szereti az adott szereplőt, akkor egyes részeket szenvedés végigülni, ráadásul általában nincs értelme betartani a szabályokat. Amennyiben a tét komolytalan, akkor kár versenyezni. Ha viszont túl komoly, akkor a néző nem érti, hogy a szereplők miért nem csalnak és simán lopják el a megafint. A Görzont Pantsverban szerencsére lényegesen jobb a helyzet. A mese egy, amilyenhez hasonló világban játszódik, ahol ez csupán egyfajta sport, ezért logikus, hogy senki nem csal. Emellett a főszál nem kerül parkolópályára, hiszen a bajnokság maga a mese, ráadásul egy meccsen belül nem csak egy személy, hanem az egész csapat egyszerre vesz részt. A harckocsik közötti összecsapásoknál nem szimulátoros élményre kell gondolni. A páncélos párbajok alapvetően realisztikusak, de azért majdnem minden részben kapunk valami őrültséget, főleg olyankor, amikor a játékteret elhagyva behajtanak az amúgy lakott városba, máskor pedig szó szerint megáll a történet, hogy meghallgassunk egy-két második világháborús indulót, bár a látványos akciók azért általában kárpótolnak. A harckocsik mellett a történet mondjuk úgy, hogy nem túlságosan fontos. A főszál harmad gyenge, a lényeg, hogy mindig nyerni kell. De egyébként a történet fontosságát jól mutatja a következő kérdés pontosan mik a szabályok. Ez ugye egy bajnokság, egy olyan csapatjáték, amiről még nem tudunk semmit, ezért nem árt, ha rögtön az elején tisztázzák a szabályokat. A sorozat a World of Tanks játékot másolja, ahol két többé-kevésbé azonos erejű harckocsikból álló, 15 fős csapat öli egymást. A gubban az győz, aki kilövi az ellenség parancsnoki páncélosát, de gőzünk sincs, hogy pontosan mit, miért és meddig, ezért, miután megjelent az anime, én is nagy elánnal importáltam a DVD-t Japánból, hogy majd lesz valami, de ettől sem lettem okosabb. Mint kiderült, később két további összefoglaló epizódot is beszúrtak, de a 12 részes sorozatban csak a 10. rész után tartották fontosnak elmagyarázni a szabályokat. Ezekben a plusz részekben egyébként olyan fontos információkat tudhatunk meg a szereplőkről, mint hogy kinek melyik a kedvenc virága. Cserébe a blu ray en kapunk még egy részt az olaszok elleni harcról, amit az eredetiben egyetlen képsorral sorral elintéztek. Történet, érdekes jelenfejlődés vagy érdeni mondani valója tehát nincs a sorozatnak. De hát nem is ez a cél, viszont a csapat dinamika jól el lett találva. A shonen animékben a szereplők egyre erősebb ellenfelekkel kerülnek szembe, ezért újabb és újabb képességeket húznak elő a popsiókból. Az első részek általában még élvezhetők, de 100-200 epizóddal később már félistenek egymást, és az utolsó is szerencsétlen mellékszereplő is brutálisan erős. Ezen szemben a gubban a jog 5 harckocsiából a Panzer 4 az elfogadható, a Stuk 3 és az M3 lé viszont hátrányból indulnak, mert nincsen körbeforgatható tornyuk, ráadásul a fennmaradó két harckocsi, a japán 89-es típus és a csehszlovák LTVZ 38-as, későbbi nevén Panzer 38T szinte használhatatlan, ezért kénytelenek a nyerserő helyett játszani. Az Oarai Suli harckocsi vegyes felvágottja ellen a többi iskola mind egy-egy nemzet páncélosaival áll ki. Vannak túljátszott angolok, amcsik, ruszkik és persze németek, bár az esélyegyenlőségről és sportszerűségről még hírből sem hallottak. A World of Tanks játék kapcsán bevett dolog szídni a matchmakinget, de azért olyan nem sűrűn fordul elő, hogy 15 magas szintű járművet köztük tier 10 10-es harckocsikat összeraknak fele annyi 4 ös szintű járművekkel. Persze a gup nem is próbál realisztikus vagy fellenni, de az orosz Pravda elleni meccsen például 6 harckocsival küzdenek 15 ellen, ráadásul az ORI technikailag is komoly hátrányban van, arról nem is beszélve, hogy a Pravda a címvédő, ezért a jóknak gyakorlatilag esélyük sincs. Vicces módon ugyanez egyébként fordítva is előfordul, amikor szegény olaszokkal felsöprik a padlót, mert a pizzalogós Anzio hiába van kétszeres túlerőben, ha tízből hat páncélosuknak egyáltalán nincs is lövege. Az anime egyébként elismeri a létezését, sőt, odaszúr az alapműnek tekinthető játéknak. A sorozat végén World of Tanks játékosok is csatlakoznak a csapathoz, akik egyrészt még gupos mércével is különcnek számítanak, másrészt a legelső meccsükön végig bénáznak, és az első percben kiszedik őket. Ha már harckocsik, itt mutatkozik meg igazán az animáció ereje. Mivel minden rajzolt, tucatnyi kuriózomot kapunk, és egészen véletlenül a legtöbb számomra kedves típus is felbukkan. M3, KV2, B1. Ráadásul gyakran a háttérben további harcjárműveket is elrejtettek. A polcon például egy páncer 2-es az angolok indiai páncélautóval érkeznek, míg a ruszkik főnöke, a vízfejű katyúsa egy gazeref 8-as aeroszámban alszik, nem is beszélve a harckos is sütiket felszolgáló cukrászdáról. Az utolsó részben a sorozat még jobban rákapcsol. Van itt minden! Tiger 1, 2, Panther és a csak mangában szereplő Isu 152-es mellett én igazából már csak egy típust hiányoltam, de hát nem lehet mindenkinek a kedvében járni. Bocsánata, a 11. résztől mindig elérzékenyülök. A lényeg, hogy az animét egy két epizódos, epikus csata zárja le, ahol mindenki megcsillogtatja a tudását, még a nyuszi csapat is megmutatja, hogy mire képes, amikor egymaga kiüti az ellenség két legerősebb páncélavadászát, és az utolsó párbajra sem lehet panasz, kivéve, hogy az állítólagos szuperjátékos nem tudja, hogy talán a testtel is kéne fordulni. Ezek után nem meglepő, hogy a Görzont Panzer a hozzám hasonló Nokedlik körében óriási sikert aratott. Az anime mellett több manga, light novel és film is készült, amelyekben további harckocsikkal bővült a kínálat, az első világháborús angol kalózoktól az amerikai Transformersig, a BT-42-től a Karsgerétig. Ezeket szintén érdemes lehet végignézni, de mindenki messze kerülje el a Görzont Panzer játékokat. Arra teljesen jók a War Thunder és társai mielőtt megköszönöm a figyelmet, még eldicsekszem, hogy milyen jó kis pólót csináltam a Görzont Páncer legepikusabb jelenetéről. Mára elköszönök, de a sorozat következő, ötödik részében még vissza fogok térni kicsit a harckocsikra, csak a jövőben.